Sziasztok, ez itt újra a Tribün Szélárnyék, és újra itt vagyunk a Forma 1-es podcasttel műsorra. Én Szabó Balázs vagyok, és itt van velem Takács Áron és Ráti Józsi, akivel együtt fogjuk levezetni ezt a futamkibeszélőt is, hiszen túl vagyunk a spanyol nagydíjon is, a negyedik fordulón. Sziasztok! Sziasztok! Hello. Szia Balázs, és én is sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, nézőket! És hát egy olyan futam a hétvégén vagyunk túl, amit azért már abból a szempontból nagyon várhattunk, hogy végre talán Verstappen revansot vehet, ugye, és kiegyenlíthet Hamiltonnal szemben, és akkor talán 2-2-vel fordulunk rá Monacóra, és akkor a hercegségben megint valamelyikük előnyhöz juthat. Hát ez nem így lett. Ugye a stratégia győzött, illetve én azért hozzá szeretném tenni, nekem egyre erősebben van egy olyan véleményem, hogy ez a Mercedes, ez közel se olyan egyenlő, mint ahogy azt gondoltuk a Red Bull-al szemben, tehát azért most már előjön a Mercedesnek az erőssége, és hát ezt láthattuk azért az időmérőn is. Illetve nyilván megint volt egy furcsaság, hogy az utolsó nagy robbantásokra senki nem robbantott. Ti nektek mi volt így ezzel kapcsolatban így az érzésetek? Józsi, te hogy érezted így ilyen kicsit fanatikus szemmel, kicsit csalódtál, vagy még benned él a remény, hogy lehet egy szoros szezonunk? Hát bennem a remény még mindenképpen él, és leginkább azért, mert azért Barcelona az hagyományosan, vagy hagyományosabban egy Mercedes-es pálya volt, és Hamilton nem tudom, 5 meccset nyert, vagy 5 futamot nyert zsinórban, szóval ő azért... Ezzel együtt, ugye, akkor ő ezt nagyon érezte, és ahhoz képest, hogy a Red Bull nagyjából egy partiba tudott lenni vele, majd a Mercedes-szel, vagy pontosabban Verstappen a Mercedes-esekkel, az ugye egy teljesen pozitív élmény volt. Nem volt esélye szerintem, pont hogy az előző futamon is. A futam győzelemre az tényleg valami emberfeletti teljesítmény kellett volna, mert ahogy te is mondtad Balázs, a Mercedes az még mindig jobb. És ez fordított esetben például szerintem nem tudta volna megcsinálni Verstappen, és nem azért, mert mondjuk rosszabb pilóta lenne, hanem mert mondjuk a Mercedes pont abban az erős, például a motorerőben, meg az egyenesekben, hogy még ha gyorsabb is lett volna, akkor egyszerűen nem láttam volna azt, hogy a végén el tudott volna menni mellette, és ez egy ilyen faramuci helyzet, mert lesznek olyan pályák, amikor ezt fordított esetben el tudják majd játszani, és nem vagyok benne biztos, hogy a Mercedes az előzhető autó. Lehet, hogy nem a Mercedes lesz mindig a leggyorsabb, de hogy elmenni mellette nagyon nehéz lesz, az szerintem egy probléma lesz a Red Bullnak, meg nyilván másnak is. Az meg, hogy az erősorrend, hát ugye a szabályokat azért hozták konkrétan, hogy a Mercedesnek végre alávágjanak, mert már nagyon drasztikusan, hát igen. Nagyon jók voltak. És ugye voltak ebből kimutatások, hogy a Mercedes minden a tavalyi autóhoz képest, meg a tavalyi teljesítményhez képest ilyen 6-7 tizedet veszített, a többiek meg ugye nyertek 1-2 tizedet. Kicsit nagyobbat, kicsit többet. Tehát itt még mindig nem arról beszélünk, hogy a Red Bull feljött a Mercedes szintjére szerintem, hanem hogy a Mercedes lebutították nagyjából arra a szintre, hogy az így a Red Bull-a most már is szoros csata legyen, és ez itt nagyon kell ezt a szezon közbeni jó fejlesztés, hogy itt sikerüljön legalább ezt a szintet megugrani, és akkor szoros meccsünk lehet. Én egyelőre még bizakodó vagyok, mert azért Barcelona egy olyan pálya, ahol nem nagyon tudod elrejteni a gyengeségedet. Ott van tényleg minden, ami kell, és hogyha itt partiba tudtak lenni Hamiltonékkal, akkor az jó eséllyel azt jelenti, hogy majd összességében más pályákon is, és talán kiszerencsül a szezon végéig is ez lesz a helyzet. Egyébként én is abszolút optimista vagyok, és nem látom azt, hogy hatalmas előnye lenne a Mercedes, nem még akkor is, hogyha Portimaóban, meg most itt Barcelonában is erőből tudott nyerni a Mercedes, és láthatjuk, hogy minden apró hibát, amit elkövet a Red Bull, akár a boxban, akár taktikai szinten, vagy akár a pilóták elkövetnek a pályán egy-egy apróságot időmérőn vagy a futamon, azt a Mercedes kegyetlenül ki fogja használni, és vannak annyira jók, hogy ne adjanak így esélyt a Red Bullnak, és a Red Bull csak tökéletes hétvégével verheti el a Mercedes. De már ott tartunk, hogy tökéletes hétvégével el lehet verni a Mercedes, mert elmúlt években bármit csinált a Red Bull, egy-egy futamon, ami nagyon feküdt nekik, ott akkor meg tudták fogni a Mercedes-t. Idén meg szerintem közel van. Lehet, hogy a Mercedes
butították le a Red Bullhoz, de szerintem a Red Bull is fejlődött, és általában náluk nem az volt a jellemző, hogy évelején nagyon egyben vannak, hanem nagy a lemaradás, és akkor fejlesztésekkel fel tudnak zárkózni év végére nagyjából a Mercedes, ez a Mercedes pedig természetesen szezon elején vagy közepén már a következő évre koncentrál, és most már ezt nem teheti meg, úgyhogy most már mindenképpen idei szezonra is kell koncentrálniuk, mert hogyha nem fognak fejleszteni az idei szezonra, akkor le fognak maradni, és a Red Bull fog helyzetbe kerülni, és nem tudnak már most 2022-re készülni. Úgyhogy emiatt szerintem is izgalmas lehet majd a 22, meg az idei szezon is, meg tényleg itt hetente változni fog az, hogy ki lesz polban, ki fog előnybe lenni a másikhoz. Szerintem valamivel jobb csapat a Mercedes, meg nagyon jó mérnökük van, egy nagyon-nagyon jó csapat, egy emberséges, kiváló csapat, akik egyre jobban ismerik meg a autót, és emiatt egyre jobban tudnak előre lépni, meg azért ezt mindenképpen tegyük hozzá, és majd úgyis itt a futamnál kibeszéljük, hogy két pilótájuk van, és itt taktikai szinten jóval előrébb vannak, vagy előnyben vannak, mint a Red Bull, és Perez hiába jobb pilóta talán, mint Gasly meg Albon, egyelőre nem tudja azt a szintet hozni, ami kellene a Red Bullnak ahhoz, mert hogyha most ugyan megvolt a vezetés, és hogyha ott van Perez mondjuk a közelben, akkor lehet, hogy nem tudja ezt meghúzni így a Mercedes, és akár ki lehetett volna védekezni, úgyhogy ez is egy nagyon fontos szempont. Én nem gondolnám, hogy ennyivel gyengébb lenne a Red Bull. Szerintem egy picivel lehet, hogy gyengébb autó, mint a Mercedes, de van annyira jó autó, hogy Verstappen zseniálitás és taktikai szinten el tudják kapni majd a Mercedes, és ezek a pályák a Mercedesnek fekszenek. És majd a szezon közepén az osztrák nagydíjtól kezdve, vagy előtte utána, bőven lesznek pályák, ami a Red Bullnak fog feküdni. Nem biztos, hogy itt Red Bull világbajnoki címet fogunk látni, de mindenki biztos vagyok abban, hogy egy nagyon szaros szezonunk van, és ha megnézitek akár a időmérőt, nagyon egyben van az egész mezőny. Az első 10-1 másodpercen belül, ez pedig az elmúlt évekhez képest óriási dolog, úgyhogy szerintem eddig a szezon rendkívül izgalmas. Igen, egyébként a Mercedesnek a helyzetét azért egy kicsit árnyaltabban látom én személy szerint, mert azért azt, ugye említetted a szezon közbeni fejlesztés, stb. Azért a Mercedes mérföldekkel a többiek előtt jár, mert őnekik nem kell annyit fejlődniük, nem kell annyit beletenniük, igazából egy iszonyatosan jó konstrukciót már sokkal korábban létrehoztak, azt tökéletesítgették, és gyakorlatilag ugye 2020-ban is, tavaly is már bőven a szezon közepe előtt már leálltak a fejlesztésekkel, és megmondták, hogy egyébként nem is csak 22-re, ugye, illetve 21-re a jelenlegi szezonra, hanem már 22-re a következő szabályokra készültek. Inkább nyilván az lehet ebben kulcskérdés így hosszú távon, hogy ugye a Mercedes-től ugye 15 főt átvitt a Red Bull magához, ilyen mérnök csapatot, ami azért bizonyára jó lehet, és nagyon sokat jelent majd nekik a motor részlegükön, főleg, de azért a Mercedes szerintem, hogyha nem is a versenyzést tekintjük, hanem az azon kívüli munkát, akkor a többiekkel szemben nagyon nagy előnyt élvez most jelen pillanatban. Úgyhogy szerintem azért sokkal több kell a többiektől ahhoz, hogy legyőzzék őt. A Red Bull pedig nyilván közelebb van, mint volt eddig, de én azért azt emelném ki, hogy a kulcs momentumokban mindig valahogy egy kicsivel előrébb jár a Mercedes. Nyilván ott van stratégiai előny is, hiszen van azért egy Bottasuk, akivel, vagy inkább azt mondom, akiből akkor csinálnak hülyét, amikor csak akarnak. Láthatjuk, ezt mindjárt majd kiveszünk. De azért szerintem, meg ugye Verstappen is elmondta, hogy egyedül vív. Igen, igen. Ami egy picit igaz, és ugye Józsi múlt héten mondtad is, hogy te azért egy picit csalódtam kétkedve. Igen, igen, tehát hogy azért Pereztől sokkal többet vársz. Én is, már ugye a sajtó is elkezdte őt piszkálni, de azért még szerintem van még ideje. De hát akkor beszéljünk egy picit az időmérőről, mert valóban nagyon közel voltak egymáshoz. Megint egy picit emlegessük fel a házasokat, hiszen megint 7 tizedet adott Mazepinnek Mick Schumacher, és ugye ráadásul az orosz pilóta még büntetést is kapott. Hát igen, és Latifit is, tehát hogy azért Schumachertől extra teljesítményt látunk, amit ugye már Mazepin is kiemelt, ő sem érti, hogy honnan húzza elő ezt Schumacher. Hát
el kell ismerni, hogyha a másik tehetségesebb, mindegy. Ez Cunodának sem megy egyébként, tehát ott igen. Is akkor jön, biztos más az autó. Hú, Cunoda nagyon-nagyon igen. Túllépi a határokat, mert ahogy berobbant a első futamon, odáig voltunk érte. Zseniális szimpatikusak, igen, volt, igen, szimpatikus is volt a kis tüzes, kis apró kicsi japánka, aki tényleg elképesztő futama volt. Utána pedig hát a sok káromkodással, hibáival, viselkedésével egyre inkább, hát nem tudom, kezd unszimpatikussá válni. Való, igen, meg túl hamar akar ő is túl nagyok markolni, és Mick Schumacher az, aki nagyon okosan építkezik, tisztában van a képességeivel, tisztában van abban, hogy mit tud az autó, és mit várhat el tőle, és alulról építkezve kezd folyamatosan hétről hétre jobb lenni, és jön meg az önbizalma, és ismeri meg minden részletét az autónak, meg akár a Forma 1-es világnak. Cunoda meg Mazepin nagyon gyorsan akar berobbanni, nagyon gyorsan akar magának nagy nevet szerezni, ahelyett, hogy építkezne, kicsit türelmesebb lenne magával, nem kell egy újoncnak az első évében robbantani, főleg itt a kis csapatoknál, és szerintem ennél sokkal okosabban kell versenyeznie, és a Forma 1 egyébként egy politika is, nem mondhatsz, nem nyilatkozhatsz akármit, ide éretnek kell lenni, és okosan kell játszani a lapok között, lavírozni kell, és Mick Schumacher ezt nagyon jól csinálja, Cunoda pedig ezt egyelőre nagyon nem érti, mindenképpen kell változtatni a stílusán, és ezek a pofonok szerintem jót tesznek neki, érik majd a személyiség, és ha tud váltani, akkor benne látom a tehetséget, a nyers tempót, egyelőre neki is kicsit vissza kéne venni, és jobban alulról építkezni. Mazepin biztos, hogy fejlődött, mert most már azért nem forog meg annyit, meg nem kap annyi Schumacheréktől, meg nem marad le annyira. Mondjuk más kérdés, hogy ugye időmérőn megint galibát okozott a futamon, már megint kékzászlónál nem feltétlenül úgy viselkedett, ahogy kellett, de picit fejlődött. Volt honnan, tegyük hozzá. Ez igaz. Egyébként Schumacher esetében szerintem mindenképpen érdemes kiemelni, hogy ő egész karrierjében ilyen lassan alulról építkezős pilóta volt, bármilyen a kisebb kategóriákban is. Ő az elején mindig gyenge volt. Neki sokkal több idő kellett ahhoz, hogy ráérezzen ennek a ritmusára, megértse az autót, és utána mindig a szezon második felében hozta az igazán jó teljesítményt, mindig ilyen huszáros hajrákkal jöttek a bajnoki címek, és nyilván erre van, aki azt mondja, hogy már akkor feltekeltek nála, mindent hoztak egy tök új autót, de legyünk jó hiszeműek, és akkor, hogy tényleg ő egy ilyen lassan tanuló, ilyen, de magas plafonnal rendelkező pilóta, akinek egyébként nagyon jót tett szerintem az, hogy egy ilyen gyenge csapathoz került, mert tényleg nincsen rajta semmilyen nyomás, nem kell teljesíteni, nem nincs semmilyen elvárás. Tehát ettől a háztól te semmit nem várhatsz el. Mazepint le kell győznie, ezt stabilan tudja hozni, úgyhogy a lelke biztosan nyugodt most, és utána meg, hogyha esetleg összejön egy előzés, vagy elkapja a Williams-t, valami Williams, akkor már mert aznál a sikerélmény, növekszik az önbizalma, növekszik a megítélése, a sajtóban is, a pedokban is, és így szépen fel tudja magát építeni, hogyha lehet nem is jövőre, de mondjuk a két év múlva oda kerül egy ilyen top 3-as csapathoz, mert a neve miatt valószínűleg valakitől biztos fog esélyt kapni, akkor lehet, hogy egy olyan teljesítményt fog letenni az asztalra, amiből mondjuk egy-két világbajnoki címnél többet nem nézek ki belőle, mert szerintem azért nem olyan tehetséges, mint sok évfolyam társa vagy kollégája, de lehet belőle egy ilyen Rosberg szintű versenyző, akinek így összejön, és stabilan ott lehet a dobogó környékén. És szerintem ő már ezzel abszolút ki lenne egyezve, és a legjobb úton halad most, hogy ezt a pályaévet beteljesítse. Miket nagyon nehéz egyébként megítélni, hogy hol lehet a plafonja, mert már nagyon sokszor leírtuk utána, nagyon sokszor dicsértük, meglepett minket, és elképesztő fejlődést mutat, és ebben a évben én nem vártam tőle ilyen nagy meglepetéseket, főleg nem a szezon elején. És vannak nagy hibái, de hogy futamon el tudta kapni előző héten Latifit, időmérőn el tudta kapni ezzel a házszal Latifit, ilyen hamar, az óriási dolog, és 5-6 tizeddel gyorsabb volt, mint amit vártak
tőle, igen. És a csapata nem is értette, hogy hogy lehet ennyit kihozni az autóból, Mazepin se érti, és Schumacher pedig igenis elhiszi, hogy meg tudja csinálni, de közben nagyon alázatosan nyilatkozik, ő érti, hogy hogyan csinálja, igen, és már Russellre koncentrál, már a Q2 a célja, elképzelő, hogy látni ki vezet, és akkor meg kell előzni, és akkor megvan a világbajnoki cím, megvan a futamgyőzelem, úgyhogy ő magának felállítja szépen a célokat, és nem tudom, hogy mi lehet az ő karrierében, mert sokan mondják, hogy nem szabad apjához hasonlítani, és ez teljesen jogos, és ne hét világbajnoki címet várni tőle, de hogyha ennyire okosan építkezik, én nem akarom így bekategorizálni, mert pódiumokra, egy-két világbajnoki címre van esély, mert láthattuk, hogy hihetetlen tehetséges pilóták világbajnoki cím nélkül maradnak, de hogyha Schumi így folytatja, így fejlődik, akár egyébként nagyon sok lehet benne, mert tényleg nagyon szimpatikusan csinálja. Egyelőre nálam 4 futam után ő az év újonca, aztán meglátjuk, de tényleg le a kalappal, ennél többet nem lehet kihozni a házból, és szerintem nem is szabad tőle többet várni. Tényleg mindenképpen biztató, meglátjuk, kíváncsi vagyok, hogy esetleg jobb házszal jövőre majd mit tud csinálni. Igen, és ugye az időmérőn megvolt Lewis Hamilton 100. pole pozíciója, ami egészen hihetetlen, és hogyha már a múlt héten kiemeltük, hogy azért mekkora klasszis ő, és tényleg igazából még úgy is, hogy az ember nem drukkol neki, egyszerűen el kell ismerni az ő tehetségét. Úgy azért tényleg ki kell emelni, hogy egy körön tényleg már magabiztosan kimondhatjuk, hogy egy legenda, hiszen azért tényleg ez a 100-as, az a 3 számjegy azért magáért beszél, és ugye még mindig nem képes abba hagyni ezt, és már ugye meglebegtette az új szerződést is. Úgyhogy azért egészen hihetetlen, ha bár megint ugye ezek a gumi kérdések, hogy akkor most ki tud javítani, és aztán végül elmaradt a nagy játék, az egy kicsit megint csalódás volt. Hát nem tudom, hogy lett aztán végül ennek a megoldás, hogy feltámadt a szél, vagy valamilyen apróság lehetett, leült a pálya egy pár fokkal, és akkor ez gyennyire befolyásolta mindenkinek a teljesítményét. Itt tényleg ez egy csalódás volt, hogy de már az elején látszott, hogy nem lesz jó. Sárga szektorok, zöld szektorok, nem volt patilla szektorok, így ilyen picit keserű szájíze volt az embernek, hogy azért nem erre számított. Pláne, hogy azért tényleg mennyi 3000 volt közöttük a különbség Hamilton és Verstappen között az első helyen? 300 volt. Egy 300, na hát tényleg, tehát minimális különbség, és ebből lehetett volna egy ilyen jó kis tűzijáték, de hát ez most így sikerült. A futamon szerencsére volt. Igen, de akit még ki kell emelni, azért mindenképpen Charles Leclerc, aki a negyedik helyre csak behozta ezt a Ferrarit, és azért jó, hát Sergio Perez most azért elmaradt nagyon, és ugye mondta, hogy válfájdalmakkal küzdött. Na de hát mit azért? Ezt még én nem találtam meg sehol, hogy neki mi baja lett a vállának, vagy ne elfeküdt el, vagy... Azt senki nem találta meg. Hát remélem, hogy ez csak nem egy tudja. Ilyen kibuvó. De hát most ez van. Valahogy most el kell neki ezt fogadni, aztán reméljük, hogy talán Monakóba vagy azután azért csak tud. Én azért egy fél szezont mindenképpen ilyen türelmi időnek csak hagynék neki, habár azért ezt a Red Bull egy ilyen szoros versenyben nagyon-nagyon azért megszenvedheti. De akit még itt csapatszinten ki kell emelni, azért az Alpine volt, akik Q3-ba voltak mind a kettő pilótájukkal. Ugye Ocon nyilván hozta azért a jobb teljesítményt, és egy 5. helyen is végzett, viszont most már Fernando Alonso is benne volt, ami azért most már nagyon masszív fejlődést mutat tőle, és azért szerintem ez az Alpine kezd rátalálni a tavaly évvégi formájához, és azért ez nagyon sokat fog neki jelenteni az évvégi elszámolásban, hiszen azért az Alfa Tauri például rettentően gyengelkedik, még Gasly alatt is. Tehát igen, aki és mondja. Alfa Tauria pekkesen is jött ki az előző futamokból, és értékes pontokat buktak, és amíg Alpine mondjuk az előző futamon Portimaóban tudott egy nagyon-nagyon jó teljesítményt hozni, azt nem mondhattuk még egy biztos fejlődésnek, mert Portimaó viszonylag egy egyedik pálya, és igen, ők is tudták, hogy nem feltétlen tudják, hogy mi miatt voltak ők ennyire jók, de Barcelona pedig az a típusú pálya, amit mindent megmutat, hogy valóban kiderül, hogy jó-e autód, vannak gyors, lassú kanyarok, vannak bőven egyenesek, tényleg az a pálya, nem hiába használják
tesztpályának is, hogy tényleg minden kiderül. És hogyha ezen a pályán jól működik az autód, akkor valóban van egy viszonylag jó autód, ami a legtöbb pályán jól fog működni, és hogy itt tudott egy ennyire magabiztos teljesítményt hozni az Alpine, az óriási dolog. Időmérőn egészen elképesztő volt, és Ocon, mivel már ismeri a konstrukciót, tud vele szárnyalni, és a futamon sem voltak rosszak. Ott azért még van visszaesés, a versenytempójuk nem olyan jó, de abban is van javulás, de egy körön egészen felértek a McLarenhez és a Mercedeshez, és hogy a Mercedeshez, a Ferrarihoz, és hogyha már McLaren, akkor ki kell emelni Daniel Ricciardót, aki eddigi legjobb hétvégéjét hozta, nagyon szenvedett eddig a McLarenben, de most időmérőn is ott volt, és a futamon is hozott egy, szerintem egy teljesen vállalható, sőt, egy kifejezetten jó teljesítmény. Lando Norris most nem tudott szárnyalni, pedig a Q3-ban, a Q2-ben, Q1-ben még jól teljesített, aztán a Q3-ban egy kicsit szétesett, jöttek a hibák, és az itt Barcelonában, hogyha rossz az időmérőd, és nem tudsz jól rajtolni, akkor nagyjából véget is ért a versenyed, nem nagyon tudsz nagy bravúrokat létrehozni, itt Barcelonában nehéz előzni, de egyébként összességében a Barcelona pályához képest mind a időmérő, mind a futam egészen izgalmas volt. Norrisszal és Ricciardóval kapcsolatban tényleg csak annyit akartam mondani, hogy mintha felcserélték volna a két versenyző, Ricciardó már-már a régi fénykorát idéző nagyon-nagyon ment, Norris pedig hát egy kissé csalódás volt, a harmadik etapban nem sikerült összerakni a jó körét, utána pedig egész végig szenvedett, de ezt valahol éreztem, mert fantasyből ütettem meg a turbo driveremnek, úgyhogy ez abszolút benne volt a pakliban. Az alpinokról még annyit szerettem volna mondani, hogy nagyon régen nem láttam már olyat, hogy Alonsót folyamatosan megveri a csapattársa, ráadásul egészen masszívan. Tehát most a futamon is lehet, hogy bejutottak mind a kettőn a Q10-be, de Ocon valahogyan, tehát a taktikájuk nem volt jó, nagyon optimistán álltak hozzá, de Ocon még így is bennmaradt a top 10-ben. Alonso meg talán a 16. vagy 17. helyen végzett. Annyira végén végzett. Igen, tényleg elfogyott nagyon a gumi a végén. Igen, tehát nagyon hát optimistán álltak a kocsinak a gumifogyasztásához, de engem meglepett az, hogy Ocon ennyire stabilan tudja nem csak hogy hozni Alonso szintjét, de egyenesen jobb is nála. És persze ez lehet, hogy a szezon végére változhat, mert akkor tényleg Alonso felszívja magát, megszokja az autót, és akkor így visszáll a világrendje, mondjuk úgy. De azt is el tudom képzelni, hogy tényleg már valamilyen szinten kiöregedett ő is, és ahogy Vettel esetében látjuk, már nem azt a régi domináns világbajnok pilótát fogjuk látni, ami valamilyen szinten csalódás lenne, de egyelőre egyértelműen Ocon a húzó ember. Igen, de mondjuk én azért Ocont akármennyire is tegyük fel elfogyott Alonso, de Ocont nagyon, én megmondom őszintén, mint pilóta nagyon kevésre tartom. Tehát, hogy ez tudom erős, de azért biztosan fejlődött, de annyit szerintem nem, hogy egy Alonsót ilyen szinten lenyomjon. Alonso pedig szerintem nem lesz olyan, mint Vettel. Valahogy az nagyon nem passzolná a személyiségéhez. Ő szerintem még 60 évesen is ott fogja nyomni a gázpedált. Harmadik világbajnoki címet kergeti még akkor is. Igen. És rossz autót választ. Igen. Úgyhogy én azt nagyon nem tartom valószínűleg. De hát azért szurkolok Alonsónak, mert azért nagyon sokan várnak tőle nagyon sokat. De azért... Egyelőre őt is kisebb sérülések hátráltatták, neki tán a hátrapáj, nem is emlékszem már mi volt a baja, de... Hát már két fémlemez van a állkapcsolatban, és úgy versenyezik. A titán lemezek. Egyébként, hogyha már Alonso, szerintem egyébként nem borzasztó, ahogy debütál ő itt most újra. Nincsenek teljes jó hétvégéi, hanem ilyen fél napjai vannak, amikor nagyon-nagyon meg tud villanni, és láttuk belőle egy régi Alonsót, mert azért már az első futamon is mutatott valamit, meg most egyre jobb és jobb, és szerintem Ocon nem csak annak köszönheti, hogy verni tudja Alonsót, hogy Alonso gyengén teljesít, hanem az első futamot leszámítva, akkor nagyon összekapta magát, és szerintem kifejezetten jó teljesítményt nyújt, és hogy ötödik helyen ott tudott lenni időmérőn a Alpinnal, az óriási dolog.
nem tudom, azt lehet, hogy én sem látom benne, hogy egy első számú pilóta lesz egy húzó csapatban, vagy akár egy top csapatban második számú versenyző, vagy amit egyébként Toto Wolff és a Mercedes beharangozott köré, hogy egy elképesztő tehetség, egy szuperlatívukba beszéltek róla, ezt én nem látom benne szintén, de nem mondanék le ennyire róla, mint Balázs, mert szerintem ő egy tehetséges pilóta, és mindenképpen itt van a helye a Forma 1-ben, és a jó pilóták közé rakom már most őt, és akár megnézed a újoncokhoz képest, Cunodájához képest, mennyire lekörözi őket. Mazepint. Egy Mazepint nézzük, akkor maradjon. Is, és F2-ben rengeteg tehetséges srácon, tényleg csináltuk ezt a 10-es listát, de a nagy részét verni okon, és lehet, hogy F2 jóval érettem meg készebb pilóta, de egyáltalán nem beszélnék okonról úgy, hogy egy nyeretlen két éves lenne, hanem még van benne potenciál, lehet, hogy nem az a szuper tehetség, amit beharangoztak neki, de egy jó pilóta mindenképpen lehet belőle, aki stabilan hozhatja a pontokat, és az egy nagyon-nagyon értékes pilóta is lehet a Forma 1. Alonso mennyi ideig fogja elviselni azt, hogy kikap okontól, az jó kérdés, mert azt tudjuk Alonsóról, hogy amióta világ a világ, ő ragaszkodik ahhoz, hogy ki legyen mondva, hogy ő az első számú pilóta, kivéve amikor a McLarenbe volt, akkor nem kérdezte az, de annyira gyenge volt az a McLaren, hogy tök mindegy volt, hogy ki volt az első számú pilóta, mint mondjuk azért az elég egyértelmű volt, mert másodperceket adott szerencsétlen Fandortnak, úgyhogy igen, ugyanaz a történet volt, mint most Mick meg Mazepin esetében, tök mindegy, nem is kell kimondani, hogy Mick az első számú, mert annyira hátul vannak, hogy mindenki látja, hogy Mazepin mennyivel gyengébb. Igen, de azt azért ki kell emelni, hogy Alonso visszább is vett az arcából, és annak következtében, hogy gyakorlatilag picit újoncként jött vissza igazából, egy ilyen visszatérőként, ahhoz képest az alázata is megvolt, és elmondta, hogy azért ez nem lesz könnyű, és Okon sokkal nagyobb előnyben van, és az egész mezőny, aki tavaly itt versenyzett. Szóval azért szerintem ez egyfelől azoknak, akik azt mondták mindig is Alonsóra, hogy ha mekkora nagy pofájú, azok szerintem azért pozitívan csalódhattak. Nyilván. Igen, ez abszolút így van, csak ezt nem most kellett volna csinálni, hanem mondjuk a 10 évvel ezelőtt így van, akkor lehet, hogy nem egy McLarenbe kerül, lehet nem küldik el a Ferrari-tól, de úgyhogy páros lábbal rúgják ki, mert hogy ott mit politizál, meg majd ő eldönti, kihez megy, aztán az egy ilyen nagyon vicces sztori volt, hogy végül ő maradt ülés nélkül, mert meg se egyezett senkivel, és akkor odahozták Fettelt, Räikkönen fix volt, és akkor ő meg így járt. Tehát mondjuk azért akkor szerintem azért a Ferrari is eléggé, tehát az főleg az a vezetés volt még a Ferrari-nál, akik gyakorlatilag ugye megcsinálták Räikkönennél is, hogy azt mondták neki, hogy bocs, hozzuk Alonsót, úgyhogy szavasz, és jó, fizetünk, hogy elmenjünk. Azért Alonso nem volt rossz, tehát sőt, nagyon nem volt rossz. Persze. Az a folyamatos kritika, amiket ő így, hát ő tényleg rúgdost a szerencsétlen Ferrari-t, ha a földön volt, úgyhogy a saját pilótájuk volt, és azért van az a szint, amit már nem tudsz elviselni, még akkor is, hogyha egy Fernando Alonsóról van szó. Úgyhogy, ha egy picit okosabb, akkor simán el tudom képzelni, és kisebb az arca emellett, hogy akkor most övé lenne Hamilton, McLaren-es világbajnoki címe, övé lenne Räikkönen világbajnoki címe, és utána még valószínűleg nyert volna még egyet-kettőt, és akkor valószínűleg ott tartanánk, hogy akkor ő van ezen a Schumacheri magasságokban, legalábbis címeket tekintve, de szerintem a személyisége miatt nem futotta be azt a karriert, amit vártunk, és lehet, hogy tényleg ő úgy gondolja, hogy ő még 10 év múlva is itt lesz, most újra pozícionálja magát, hogy ő egy szerethető, könnyű vele együtt dolgozni, és akkor majd, ha Perezt kirúgják, akkor oda megy Verstappen mellé, mert hogy akkor, ha már Perez sem, akkor Alonso csak el tudja vezetni ott, és akkor majd ő megmutatja, hogy mennyire jó. Egy ilyen elképzelést az ő fejében abszolút el tudok képzelni. Hogy ebből lesz-e valami, vagy nem, azt nem tudom, mert szerintem ő se gondolta komolyan, hogy az Alpine az majd 2-3 éven belül világbajnok lesz, és szerintem nála ez tényleg ez egy ilyen újra pozícionálás, mert arra lehetett számítani, hogy mondjuk nem marad Bottas, és hogyha lehet, hogy a Hamilton is úgy dönt, hogy visszavonul, mert nem akar mondjuk Russell-el megküzdeni, vagy akkor megint a Red Bull ugye csinál, vagy 6 pilótaváltás szezon közben, hogy akkor lehet lecsúran cseppen neki valami, és akkor egy top autóhoz még úgy valahogy el tud szerződni. Én ezt látom az ő visszajövetelében, vagy ez lehet a fő motiváció, mert bármennyire is fejlődik az Alpine,
és lehet, hogy mondjuk ott a harmadik, negyedik, ötödik helyre valahová fel tudják magukat küzdeni, azért én világbajnoki potenciált nem látok bennük. És nem én is sem. Alonso azért jött vissza, hogy még szerezzen pár ötödik, hatodik helyet. Bár Alonso elmondta, hogy idei szezon az eleve el van engedve a részéről, és tanuló év, és majd 22-23-ba kell Alpinnal nagyot alkotni, szerintem arra is gyúrnak a franciák, de hogyha már a személyiségét nézzük Alonsónak, részben lehet, hogy visszavetette a karrierjét, de ha pár évvel vagy évtizeddel visszaugrunk, ott van Alain Prost, aki még többet rúgott a saját csapatába, és rengeteget kritizálta, akár a médiában a saját csapatát, és így is tudott 4 világbajnoki címet szerezni, pedig volt, hogy elküldték a csapatától, hiába hozott világbajnoki címeket, mondták, hogy jó, nekünk ez elég volt, és akkor viszont átásra, és utána a következő csapatnál is világbajnoki címet hozott, úgyhogy ha valaki zseni, lehet bármekre rossz arc, vagy kezelhetetlen személyiség hozni fogja zsenialitásába, úgyhogy igazából szerintem, ameddig zseni vagy, és hozod a magas teljesítményt, nagyjából nem számít, hogy milyen ember vagy, mert elnézik neked, vagy akkor egy más csapat lehetőséget biztosít. Alonso ebből rosszul jött ki, Alain Prost jobban, de hogyha már megemlítetted Balázs Vettelt, akkor egy kemény kérdést feltennék, mert javul Vettel, de egyáltalán nem hozza azt a várva-vár teljesítményt, amit reméltünk a szezon elején, jobban járt volna Sebastian Vettel, hogy itt a Ferrari történet után visszavonul, mert most már én elgondolkodtam azon, hogy a hatalmas dicsőségét, amit felépített a Red Bullnál, meg a Ferrari karrierje elején, azt most elkezdte ő rombolni. Szerintem nem. Én ezt magabiztosan tudom állítani, hiszen én azt látom, hogy az Aston Martin csinál magából teljesen hülyét, mert gyakorlatilag ezen a hétvégén is betámadták az FIA-t, és a Mercedeshez könyörögnek folyamatosan, hogy együtt támadják meg az FIA-t a szabályváltoztatások miatt. Én azt látom, hogy Vettel igenis fejlődik, sokkal közelebb volt már Strollhoz, néha azért már meg is közelíti az ő idejét, sőt jobbat is autózik. Ő azért hozza azt, amit szerintem el lehet tőle várni, konstans és javuló teljesítményt. Azért ezt a köridejeiből, az átlagokból lehet látni, míg azért Stroll, akár csak a többiekhez képest, akiket azért kiemeltünk, hogy kicsit ilyen hullámzó teljesítmény nyújtanak, nem tudnak olyan, tehát mint ahogy Alonso-nál is kiemeltük, hogy egyszerűen egy ilyen versenyszimulációnál olyan szinten tudja szinte századra azonos köröket hozni, hogy elképesztő, és azért tud irtózatosan kontrollálni is egy ilyen szituációt, illetve koncentrációjával figyelembe is tartja ezeket. Úgyhogy én azt mondom, hogy azért Vettelnek, akár csak Ricciardónak és Alonsónak, vagy a többi váltónak, aki most új csapat után nézett, szerintem még nyilván adni kell időt, és azért ezeknek a pilótáknak, mind Alonsónak, mind Vettelnek, Ricciardónak és a többieknek is azért 22 lesz a vízválasztó, mert igazából akkor fognak igazán egy olyan autót kapni, ami az ő, hát most hogy mondjam, fenekükre van öntve. Tehát, hogy... és igen, azért csak közben meg Sainz egészen jól teljesít a Ferrari-val, és sokkal igen, jobb az ide a Ferrari, mint a tavalyi, de Vettel nagyon szenvedett vele, és Sainz meg egész jól megtalálja a ritmusát, úgyhogy Vettel lehet, hogy nem katasztrofális az idei szezonja, meg a Aston Martin is nagyon-nagyon benne van abban, hogy Vettel nem tud tündökölni, de én még mindig látom azt Vettelben, hogy amit mi szerettünk a Red Bullban, vagy a Ferrari is évelején, az most már nincs meg benne, az a fantasztikus teljesítmény is benne, és újra fel kell építeni a önbizalmát, vagy a vezetési stílusát, még mindig egy klasszis, de nem jön ki a pályán, és közben pedig Sainz mondjuk egész jól tud teljesíteni a Ferrari-ban. Nem tud kijönni ezeknél a pilotáknál, azért nem tud kijönni, mert nem bíznak meg az autóban, mert nem érzik magukének. Tehát a Sainzot én azért mondanám jónak, mert egyszerűen neki összeállt valami. Vannak mindig ilyen pilóták, akik váltanak, és mondjuk 5-ből 1-nek tényleg sikerül az, hogy már szinte a második, harmadik futamtól klappoljon minden. Most a Sainznál sikerült, a Ferrari amúgy is egy ilyen kicsit modernizálódó, félben lévő ilyen furcsa maszlagot alkot, akik azért folyamatosan fejlődnek,
de szerintem még annyira nem tudják magukat pozícionálni, mert hierarchikusan még mindig nem egy modern Mercedeshez lehet őket hasonlítani, hanem még mindig ugyanúgy megvannak ezek a szintek, csak már nem úgy állnak hozzá ezekhez a dolgokhoz, hogy na, akkor hújjanak a fejek, és akkor... Ez a jó olaszos mentalitás. Igen, hát a régi, az Enzo Ferrari féle hozzáállás, hogy akkor ilyen durva nyomást érzve mindenkire rettegésbe tartva csapatot. Úgyhogy szerintem a Ferrari-nál ez ilyen szerencsésen jött ki, de azért a Charles Leclerc kontraszt azért csak ott van folyamatosan csapaton belül, úgyhogy azért még Sainznak is sokat kell fejlődni. Persze, Leclerc zseniális, de hogy már időmérőn el tudja kapni olykor Leclerc-et, az egészen elképes, hogy ilyen hamar. Én inkább csak látjuk, hogy Perez is mennyire zseniális szezonja volt a tavaly, és most mennyire szenved a Red Bull, amit egy teljesen más, mint a tavalyi Mercedes Racing Point, és a Red Bull-e sokkal hát igen, kevésbé vezethető autó. Igen, de azért nézzük meg, hogy mennyi, hány évet töltött ugye a Racing Pointnál, és előtte a Force Indiánál kívülről, belülről tudta azt az autót. Ezt a Red Bullt pedig ugye tavaly ott tartottunk, hogy évelején a Red Bull sem értette, hogy most mi van. És most az a szerencséjük, hogy egyáltalán évelején is tudnak vele mit kezdeni, ugye ezt az adás elején is kiemeltük. Úgyhogy szerintem Vettel azért még sokkal inkább maga köré tudja építeni ezt az Aston Martint, és hogyha a csapat is engedi neki, akkor jól tudnak majd együttműködni, de ez majd hosszú távon fog kiderülni. Akkor azt mondod, hogy érdemes mindenképpen itt maradni neki 2022-re. Persze, hát nyilván, tehát hogy ennek időt kell hagyni, hát a szabályváltoztatások meg igazából majdnem minden csapatnak egy teljesen új kezdetet fognak biztosítani, úgyhogy azt szerintem mindenkinek érdemes megvárni, ezért van itt Fernando Alonso is, mert ő is gyakorlatilag arra készül, tehát most nem kell itt zsákba macskát gondolni, mert egyszerűen mindenki arra vár. Hát ez a Ferrari, egy ilyen köztes... 2022. Hát ez igen. A 2020-nak a B oldala, tehát most... Ja, persze. Amúgy Vettel védelmében még azért kiemelném, hogy tavaly, sőt már igazából tavaly előtt is, azért a Ferrari-ban egy olyan szinten mérgező és hát szinte gusztustalan környezet alakult ki, pláne Vettel irányába, hogy volt a Netflixnek van ez a, hogy is, mi is a címe, ez a hajszal győzelem. Drive to Survive. Drive to Survive, igen. Akkor, yeah. Igen, az az angol címe, és oda bepofátlankodtak, és tényleg bepofátlankodtak, nem ez a PR anyag, hogy mindenhol szuper minden, és látni azt az elidegenülést, azt a kirekesztést, azt a, hát, a mostoha bánást, amit Vettelre csinált a Ferrari, az brutális, és rengeteg fórumon olvastam azt, hogy nagyon sokan szitták, meg nem értették meg, hogy lehet így kikapni Leclerctől, meg minden, és miután megnézték ezt a sorozatot, így teljesen átalakult a véleményük, hogy ez egy csoda, hogy kibírta azt az egy évet ott a Ferrari-nál, mert tényleg, hogy le nem köpték, már olyan szinten ment ez a kirekesztés dolog, és Sainz így nyilván ő egy teljesen más közegbe cseppent be így vele, mert ő tényleg azért hozták ilyen fiatal srác, ő mindennek örül, és akkor így ilyen hurra optimistán megyünk, nem fog panaszkodni, hogy majd 2025-re lesz csak világbajnok autó, tehát ez így egy teljesen jó koncepció, Vettelen meg ez így nem működött, és azért Vettelről mindig is tudtuk, hogy ő egy ilyen úriember típusú versenyző, aki így ilyen szépen elbeszélget mindenkivel, nem arcoskodik, nem csinálja ilyen pszichológiai hadviselést, meg úgy mindenkivel ilyen barát, elviszi az a mérnököket vacsorázni, ebédelni, vesz nekik ajándékot, hogyha őt utálják, ott nagyon nem szereti azt, hogyha őt ott nem szeretik. Az ő teljesítménye mentálisan ez nagyon ki tudhatni. És még egy pár gondolat, tényleg csak nagyon röviden a jelenlegi koncepciójáról, hogy én tényleg nagyon szurkolok neki, hogy összejöjjön az Aston Martinnal, de én nagyon félek tőle, hogy azt, amitől ez az autó tényleg jó volt, meg ez a csapat jó volt, az Lance Stroll az teljesen tönkretett. És pont azért, amit te is mondtál, hogy a futam előtt az volt, hogy jaj, Merci, gyertek, sírjuk már ki együtt, hogy szabálymódosítás. Ők meg nyernek, úgyhogy nem akarnak sírni. Igen, tehát, csak ugye az volt az egész, ugye a Force India, vagy Racing Point, tök mindegy, hogy nevezzük, ugye azért volt mindig jó, hogy egy csóró csapat volt, tehát tényleg csóró csapat volt, de épp ezért itt teret adtak mindenkinek. Jöttek a kreatív ötletek, az alternatív megoldások, és a legkisebb büdzséből érték el a legjobb eredményt gyakorlatilag. Aztán, amikor megjött az idősebb Lance Stroll, és ugye felvásárolt az egészet, akkor azt mondta, hogy jó van, srácok, akkor mi mostantól Mercedes B leszünk,
elintéztem Totóval, ideadja a 2019-es modellnek a tervrajzait, alkatrészeket is adnak, azt másoljátok le. És ez tavaly tök jól működött, a kis mini Mercedes-szel ott tudtak lenni a második, harmadik hely környékén, csak aztán így pont azt a kreativitást folytották el, ami amúgy a csapatban benne lett volna, és most meg mindenki áll bambán, mert tényleg bambán állnak, hogy jó, akkor most a padlólemezünket tökretették, lopni már meg nem tudom, másolni nem tudunk többet, na de viszont a Strollmester azt mondta, hogy akkor csak is Mercedes, ha megdöglötök is, és akkor most mindenki áll, és akkor hát szinte imádkoznak, hogy... Nem értik az autót se, tehát... Hogy... Hát nem, tehát szerintem... nem az ő koncepciók, hát kaptak egy vázat, amit ugye le tudtak másolni, mint nem tudom, a kínaiak, vagy akkor az indiaiak már tehát hogy lekopíztak, tehát ilyen made in India, jó, rendben, de nem tudnak hozzányúlni, nem tudják kitalálni azt, hogy hogyan tudnák maximalizálni a kocsi teljesítményét, hogyan tudnának csiszolni rajta, hogy javuljon, mert nem az övék, nem az ő koncepciók, nem az ő fejükből pattant ki, kaptak egy vázat, azt felhúzták, és hogyha az nem működik úgy magától, akkor így megvonják a vállukat, néznek egymásra értetlenül, és így csodálkoznak. És pont most olvastam nemrég Fetteltől egy nyilatkozatot, hogy minden 2021-es tervet el lehet engedni, ez kuka. Igen, hát igen, úgyhogy ez így hosszú távon érdekes lesz, de hát 22-ben majd meglátjuk őket is. És hát így azért köztes helyzetben, mert azért most fogunk rátérni a futamra, és akkor a kult szituációt azért itt a stratégia nagy csatáját azért majd kielemezzük rendesen, de akkor még így köztesen azért elmondom, hogy azért kövessetek be minket minden felületünkön, és vitatkozzatok velünk, hiszen azért folyamatosan kifejtjük azért eléggé szélsőségesen akár a véleményünket, amire azért ti is kommentben elmondhatjátok azért az álláspontotokat, és akkor vitatkozzunk így együtt. És akkor térjünk rá így a futam fő témájára, hiszen az a stratégián múlott, és ha már nagyon sokszor megjegyeztettük a Red Bullról, hogy azért 2017-18-19-ben azért elképesztően éles látással rendelkeztek, ami így a futam stratégiát illette, vagy akár a gumi stratégiát, folyamatosan nagyon merészeket húztak, míg ugye korábban a Ferrari-nál láthattuk, hogy ugye egészen hülye lépéseket tettek, és nagyon rosszul választott a gumit is a versenyen. Nem is. Kifejezés. Igen, míg ugye a Mercedes igazából lazán hozták a futamokat. Nem volt kérdés, ott ha kerék nélkül mennek is ugyanott tartanak. Igen. Hát, vagy három kerék, azt tudjuk, hogy Hamiltonnak elég. Így van. Igen. Na de most egy érdekes szituáció volt, amit egyébként nem tudom, hogy te Józsi esetleg kim voltál-e 2019-ben a Hungaroringen. Ezt így elsőnek hadd kérdezzem meg. Nem, a 2019, azt szerintem a 2018-as futamon voltam kint, úgyhogy a 2019-es az pont kimaradt, de nyilván emlékszek rá, mert ugyanaz a szituáció volt, és ugyanaz lesz sajnos a végeredmény is. Ugye Verstappen vezetett, és ugye Hamiltonnal bevállaltak egy olyan, hát én, nekem erről mindig Schumacher jut eszemre, mert annak idén Schumacherrel volt az, hogy bárhol volt, itt akkor kihozták előre, hamarabb, és akkor kapott új kerekeket, és akkor jött Jean Todt, és akkor mondta, hogy Michael, most 2,5 másodperccel legyél gyorsabb, mint mindenkinél, és Michael 2,5 másodperccel gyorsabb volt mindenkinél, és megnyerte a futamot. És most Hamiltonnal is ugyanaz volt, hogy kiszámolták, hogy jó, akkor te, nyilván Bottasszal tök mindegy, mit csinálnak, hogyha tolják hátulósra lett volna fel olyan gyorsra, de Hamiltonnal tudják, hogy Lewis, te akkor most 1,5 másodpercet hozol körönként, és akkor meg lesz. És Lewis ezt képes hozni. Kihozták, 25-6 körrel talán, vagy valahogy e környékén kihozták Verstappen elő, és az volt, hogy le kellett vadászni. Ahogy egyébként Verstappen is hol próbálta, meg három futammal, amikor nem sikerült, amikor volt ez a pályárhagyásos dolog. Hát ez szezonnyitó. Szezonnyitó? Bahrain. Akkor Bahrainben. Ugye neki nem sikerült, de Hamiltonnak meg sikerült, és ugye itt nagyon sokan beszéltek a taktikáról. Hogy mit kellett volna csinálni a Red Bullnak. Én ezt úgy érzem, hogy itt tehetetlen volt gyakorlatilag, mert hogyha hamarabb hozzák ki, tehát hogyha Verstappent hozzák ki, akkor Hamilton biztos, hogy kimarad, akkor valószínűleg Bottas is ott lett volna még, hogy zavarja egy kicsit, ahogy egyébként Hamiltont is zavarta, erről majd az én pártoknak beszéljünk. Nyilván. És szerintem Verstappen utol tudta volna érni, de amit az adás elején beszéltünk, szerintem nem lett volna meg az a tempó az egyenesben, ahol előzni kell, az a Red Bullban nem lett volna meg, hogy a Mercedes motor fölényét az egyenesbe
kompenzálni tudja. Úgyhogy egy ilyen, az lett volna akkor, mint Bahreinben, hogy üldözi, lehet egyszer-kétszer beteszi, de valószínűleg legális keretek között nem tudta volna megelőzni. És egyébként Wolf is ezt nyilatkozta, nyilván ő nem tudom, hogy szépíti, nem szépíti, legendát épít, nem tudom, de én elhiszem neki, hogy ő is úgy gondolta, hogy ott meg volt fogva a Red Bull, mert hogyha Verstappent kihozzák, akkor Hamilton marad, és láttuk az első etap végén is, hogy Hamilton nem ette, hogy a Mercedes nem ette úgy a gumikat, és még tudta a jó köröket futni. És szerintem most is az lett volna, hogy bármit csinál, egyszerűen pont annyi kicsivel jobb volt a Mercedes, hogy azt ne lehessen se stratégiailag, se pilóta kvalitásilag kompenzálni. Legalábbis én ezen a véleményen vagyok. Úgyhogy én nem tartom ezt ilyen elszalasztott lehetőségnek, lehetett volna bátrabb lenni, vagy tökösebb, de hogyha véletlenül beragadt Bottas mögé, és valahogy Bottas se tudja megelőzni, pont úgy, ahogy nem tudta Bottas megelőzni Leclerc, pedig tényleg sokkal jobb az autó, vagy ahogy Perez nem bírta csak a leges-leges legvégén Ricciardot leelőzni, benne volt a pakliban, hogy Verstappen se tud elmenni Bottas mellett, és akkor nem arról van szó, hogy az első hely, vagy második, hanem lehet még a harmadik se jött volna össze, mert hogy Bottas elengedi Hamiltont, az a 100%. Lehet, hogy durcogva, vagy durcizva, de ez itt nagy volt a kockázat. Szerintem így volt pont maximalizálás szempontjából a legjobb. Igen, egyébként azért is kérdeztem ezt a 2019-es Hungaroringi nagy díjat, mert akkor Áronnak kim voltunk a ringen, és azért az érzés nagyon felsejlett, hogy emlékszem, én még telefonon is néztem a köridőket, hogy de jó ég, most akkor meg lesz a Hamiltonnak, és elképesztően nagy stratégiai előnyt ad egyébként, hogyha megvan a tempó is a második helyezetnek, és megvan a stratégiai előny is, és azért tényleg egy olyan sakmattot adott abban a pillanatban Verstappennek, hogy az elképesztő, pláne egy ilyen gumigyilkos pályán. Úgyhogy egyébként el kell ismerni, most nem Hamiltont, őt is, de most a Mercedes stratégiáit, ugye James Wolff csapatát, aki azért ezt nagyon brilliánsan kitalált, és ugye már a Red Bull is egyből a fülére mondta Verstappennek, hogy na, megint meghúzzák a Hungaroringi húzást, úgyhogy szerintem egyébként egy brilliáns dolog volt. Öt körre elmondta, és Verstappen, hogy meg leszek, és nem tudom, hogy meddig fogom tartani itt életben a gumikat, és hiába próbált tartalékolni, hogy ott majd a védekezésnél legyen gumija, nem volt rá esélye, és akkora volt ott a különbség, hogy Hamilton könnyedén át tudott lépni. Valóban ez egy sakmat volt, mert zseniális húzás volt a Mercedes-től, és amikor néztem a futamot, nekem nem is jutott ez eszembe, hogy majd itt húz pont ebben a pillanatban Mercedes egy 2019-es Hungaroringet, és megcsinálták, és ott tényleg fogva volt Verstappen, és egészen elképesztő volt, és azonnal nekem is az jutott eszembe, amikor ott voltunk Balázsal, és láttuk folyamatosan, mennyivel közeledik Hamilton, még közeledik. Amúgy még akkor közeledik. Idegtépő volt, tehát hát ott a helyszínen még elképesztő volt az azért. Mert ott még ráadásul láttuk is, hogy itt megy el Verstappen, és már a második szektorból kijöve Hamilton már, ez nagyon közeledik. Tehát, hogy azért az is hiányzik, az az érzés, amikor kint vagyunk, úgyhogy reméljük. Hát persze, De egyébként, ha meg visszatérünk a futamnak a előző szakaszára, ott pedig láttatok, hogy Hamilton, hogyha nem hozzák ki, akkor nem tudta volna megfogni Verstappent, mert azonos gumitaktikán, hogy itt Barcelonában, hogyha tiéd a vezető pozíció, nem nagyon fognak tudni megelőzni, és ezért mondom azt, hogy viszonylag hasonló szinten van a Red Bull, mert azonos pakliban nem tudja megverni a Mercedes, és ott tudott játszani Verstappen azzal, hogy mennyire engedi közel Hamilton, tartja túlburáns levegőben. Szerintem Hamilton ott okos volt. Okos volt, kivárt, biztos, de szerintem Verstappen is lehet, hogy tudta volna fogni, vagy csak a legvégén, hogyha jobban vigyáz a gumikra Hamilton, akkor tudja majd megelőzni, de lehet, hogy Verstappen ki tudta volna védekezni, de így pedig húzott egy zseniális hat a Mercedes, és nem volt erre esély. Ezért mondtam a adás elején, hogy szerintem hatalmas különbség nincsen a két konstrukció között. Picivel erősebb a Mercedes, sem, vagy a csapat lehet, hogy érettebb, és nem hiába 7-szeres világbajnokok, de a Red Bull közel van, és hogyha fel tudnak nőni csapatszinten a Mercedes szintjére, akkor lehet esélyük, és folyamatosan kapják a leckét a Mercedes-tel, és tanulnak, és már amit mondjuk előző héten elkövettek hibát, azt már nem követik el a következő héten. Nagyon hosszú még a szezon, úgyhogy ebből még lehet csata.
És szerintem amúgy ez tök meglepő dolog, hogy a Mercedes akkor is bele tudott bonyolódni a saját taktikájába, amikor két pilótája volt. De akkor is nagyon, és igen, akkor így csodálkoztak, hogyha picit esett az eső, vagy bármi, akkor nagyon nagy káosz volt, és ugye tök mindegy volt, mert mindegy, mert senki nem volt ellenfél. De ahhoz képest így nagyon, tehát ezen a szinten is nagyon sokat fejlődtek. Igen. És ezért itt tegyük hozzá, hogyha Perez valahol ott boklászott volna harmadik, negyedik hely környékén, akkor azért Hamilton se lett volna olyan vagány, hogyha kimegy valószínűleg. Hát igen, hogyha Bottasszal vívott például volna, igen, ugye ott a harmadik helyen, úgyhogy igen. De akkor térjünk át, igen, erre akkor térjünk ki, hogy azért ott mennyire alapnak vette a Mercedes, hogy gyakorlatilag Hamilton ott akkor nincsen akadály előtte. Ez szerintem, ez elképesztő megalázó Bottas számára, és amúgy így vicces is, tehát, hogy... A negyedik futamon kimondták, hogy Hamilton az első számú pilóta, aki megy a világban neki címért, és Bottas az, akinek segítenie kell. Más stratégiám van. De hogy védjen meg Bottast? Bár ez ennyire hálátlan feladat, mert ez a futam bizonyította meg... Ez a futam bizonyította be, hogy mennyire értékes Bottas a Mercedesnek. Egy, hogy megvan a különbség Hamilton és Bottas között, vagyis, hogyha akarsz egy világbajnokot, akkor nem fog a két pilótád egymástól elvenni a világbajnok egy címedet. Kettő, ott marad Hamilton közelében, arra nem képes Bottas, hogy folyamatosan megverje Hamiltont, egy-egy futamon képes az azonban. De nem marad le nagyon Hamiltontól, hanem ott van a tűz közelében, és ez taktikai szempontból tökéletes a Mercedesnek. És ezt a pilótát keresi a Red Bull Perez személyében, egy Bottast. És taktikai szempontból ahhoz, hogy Hamilton világbajnok tudjon lenni, Bottas aranyat ér. És nem vagyok benne biztos, hogyha Hamilton azt mondja a Mercedesnek, hogy én a következő 3-4 évben itt akarok maradni, akkor lehet, hogy azt mondják, hogy Bottas marad, és nem hozzá felrászelt, mert abban, hogyha két pilóta elmegy a világbajnoki címért, az még nehezebb, és akkor megint jön egy Hamilton-Rosberg csata, de így, hogy bármikor hát jó, de... azt húzol, amit akarsz Bottasszal, ez nagyon-nagyon jó a Mercedesnek, és nyomhatják Hamiltont, és Verstappennek kéne egy... Mondjuk szerintem azért benne van az a veszély, hogy Bottas előbb-utóbb így összeomlik, és akkor már nem fogja tudni ezt hozni. De egyébként tényleg, hogyha ő ezt így fejben eldönti magában, hogy jó, hát azért kapok pár milliót végül is, tám még egy-két futamgyőzelem, Paul is összen jól fog kinézni az önéletrajzomba, akkor ez egy tök jó dolog lehet, mert ő pont annyira lassú, hogy mást akadályozzon, de Hamilton ne zavarja. Tehát annyira nem lassú, mint mondjuk most Perez, de hogy akadálynak ott van. Tehát Verstappen még pont fel tudta volna annyira tartani szerintem, hogy Hamilton, hogyha Verstappent hozzák, és Hamilton marad, akkor pont ne érjen oda. Igen. És amúgy ezt már sokszor láttuk tőle, még amikor egy picit úgy tűnt, hogy a Ferrari is versenyképes még Vettellel, vagy Kimivel, az annyira megölt az ideg, hogy tényleg semmi haszna nincs ennek a Bottas embernek, de beáll, és nem lehet elmenni mellett, tök mindegy, hogy csinálod, mert így keresztbe áll, és kész, és rohadt lassú, de pont az egyenesbe bírja úgy nyomni a gázt, hogy ne tudjanak elmenni mellett, és hát tényleg el kell ismerni. Így ilyen kis hátulsó pajzsnak nagyon jó. Tehát ez kell. Igen, nem képes szerintem... minden pilóta. Ez Bottas ebben jó, és látod, hogy Gasly, Albon, Perez egyelőre Red Bullban nem tudja megcsinálni, és lehet, hogy a Mercedesben sem tudna minden pilóta megcsinálni. Annyi nincs benne Bottasban, hogy világbajnok legyen. De annyi van, hogy a tökéletes második hegedűs a pajzs legyen Hamilton mellett. A pajzs, igen. Nagyon hízelgő rá ez a pajzs. Igen, akkor hívjuk így, és hozza folyamatosan a pódiumokat, harmadik, negyedik helyet, nem nagyon szokott lebőgni, néha azért előfordul, mint mondjuk tavaly Monzában, vagy azért idén is volt erre már példa, de emiatt értékes Bottas, és nem vagyok benne biztos, de hogy én... nagyon sokan meg tudnák ezt csinálni még ott a Mercedesben. Na jó, ezzel én nagyon-nagyon tudnék vitatkozni. Nagyon sokan meg tudnák csinálni. De a Red Bullban akkor miért nem tudta se Gasly, se Albon, se. Mert a Red Bull az teljesen más. A Red Bull ez teljesen más, mint egy ilyen világverő autó, amit egyébként könnyen megértnek. Akkor azt mondod, Mazepin beültetnéd, akik... működne. Jó, hát Mazepinnel szerintem... semmi nem működne. Jó, akkor igen. Most kit mondjak? De... Okon, akkor Okon, igen, hogyha már őt írtad le, Okon egy az egyben tudna hozni Bottasnak a teljesítményét. Hát ő is tud menni, szerintem, tehát ilyen fél perceket bárki tud Hamiltontól kapni. Persze, tehát, tehát érted, az
Én inkább azt emelném egyébként ki, hogy ugye mondtátok azt, hogy előbb-utóbb csak elfogadja a szerepét, és akkor talán maradhat. De azért Bottaszt nagyon jól látjuk, hogy 17 óta ebbe a szerepbe tetszeleg, és gyakorlatilag azóta nem bírja belátni, hogy ő rosszabb Hamiltonnál. Folyamatosan úgy kezd minden egyes éve, hogy ha most mindenki majd menjen el a... egy pilóta. Mindig megmutatja a kritikusokat. Igen, szépen megmutatja magát, és utána... Igen, de nem, tehát hogy valaki nem ettől lesz jobb, és én azt látom, hogy a Mercedes az egyre igazából ilyen egyre pofátlanabbul jelzi Bottas számára, hogy ezt mondjuk így szordó. Igen, tehát hogy igen, csak ez szerintem az ő szerencsétlenkedése az nem fogja bírni, és egyébként meg én azt mondom egyébként, hogy hiba lenne a Mercedes részéről, hogyha például 22-re nem hoznák George Russellt. Egy azért, mert el fogják veszíteni, mint fiatal titán. Második felől pedig Hamilton mellé szerintem kell egy olyan ember, aki mellett Hamilton legalább egy évet úgy tud viselkedni, mint egy mentor. Mert a Mercedes számára hosszú távon muszáj úgy számolni, hogy nekik kell még egy ilyen világbajnok, aki ezzel legalább világklasszus szinten. Hát ha komolyan gondolják hosszú távon, és nem azt mondja a Daimler, hogy oké, srácok, 2025-ig maradunk, akkor ezt most elbohóckodjuk, aztán csá. Egyébként ezzel mi szóltok ahhoz, hogy ráhúzta a kormányt? Azért a Toto arcát, amikor mutatták, hogy így van. Hogy azért egy fura elengedés volt. Hát igen. Egy olyan elengedés volt, hogy jó, elengedlek, de közben adott egy könyököst, hogy nesze neked, utállak téged. Ennek mi értelme volt? Ezt mondja már el. Az volt, amiről most beszéltünk, hogy évelején mindig bemutat mindenkinek, hogy én vagyok a király, és én majd megverem a 7-szeres világbajnokat. Pedig sehol nem vagyok hozzá képest. Ez egy ilyen duzzogós elengedés volt, hogy jó, megteszem, de lássátok azt, hogy ezt nem szívesen teszem meg. És... Hát ez véletlenül kiütötte volna, hát megbincselik. Hát ez hihetetlen. Akkor előjön az a plektor, hogy jön a pilóta csere. Igen, akkor megfertőzik Covid-dal, mert azt mondta Toto, hogy csak akkor cserél le, a Covidos lesz, hát biztos, hogy beleészállott két injekció, nem tudom így. Kap egy az nagyon ilyen értetlen dolog volt. Tehát ez már csak így csapat szempontjából is, hogy tényleg, ha valami balesetet okoz, és tönkreteszi a futamot, akkor az kész. Vagy ha tényleg pont annyira tartotta volna fel, hogy most Hamilton elveszít egy másodpercet, és emiatt nincs meg a győzelem, ami nyilván jó, az szempontjából ez így lett volna jó. Mert akkor ugye Hamilton növeli a pontszámát, meg ugye Verstappen is hozzá képes, de nem annyival. Mert így most már mindenki növelt, és Hamilton még messzebb van, és ugye a csapattársad nagyon messze van, akkor egy pikpak. Tényleg, de szerintem ez a csapat részéről, a Mercedes részéről nem is volt fair, mert azért tényleg így elbánni egy pilótával. Sajnálom egyébként, hogy Bottasszal meg lehet csinálni. Hát de most máshogy is meg tudják nyerni, szóval azért láthatjuk, hogy azért régen azért a Red Bull is a szezon elején mindenképpen egymásra eresztette és hagyta versenyezni a pilótáit. Ugyanez volt azért, nem tudom, Ferrari-nál is számtalanszor. Tehát szerintem pedig azért a Ferrari nagyon sokszor megmondta, ugye, hogy csapatsorrend van. Tehát szerintem azért ez a Mercedes, ez már gátlástalanul csinálja ezt a részét. Már nem mondod meg, vagy hol az ez a ponthatár, vagy nem ponthatárban nézzük, hanem futamhatár, hogy akkor inkább, futam, inkább még nem, de... 10. futam után, már jobban el tudom képzelni. Hát igen. A 4. futam után. És szoros a vers. Megkockáztatnátok azt, hogy Bottaszt engedjük, vegyen el 10-20-30 pontot Hamiltontól. Én szerintem... Nem, mert megcsinálhatom ezt vele, mert el is veszítheted. Lehet, hogy nem lesz elég. Tehát most lehet az első olyan év, amikor lehet, hogy ez nem lesz elég, hogy Bottaszt engedjék. Nem. Amúgy jól csinálják Totóék, mert hogyha elveszíti Bottaszt, akkor egy George Russellt hoznak a helyére, akitől kicsit félnek, mert lehet, hogy túl jó lesz Hamiltonhoz, és abból lehet egy hatalmas csata. Hamilton meg látjuk, hogy elemében van, és szerintem 2-3 évig simán itt lehet, hogyha a Red Bull, meg akár más pilóták versenyhelyzetre készítetik majd. Meg Bottas nem, még azt nem értettem, hogy szezon elején azt mondja, hogy most már kegyetlen lesz, önző lesz, saját magával fog foglalkozni, mert most már több esélye nem lesz a világbajnoki címre. Itt az ideje, hogy végre önző legyen, és ne a csapat érdeket
eredményeket nézze, és erre pedig megtörtént az elengedés már a negyedik futamon, és hogyha ő ennyire önző akar lenni, ha ennyire kijelentette azt, hogy nem érdekli a Mercedes, és most már egyéni célokat tűzött ki maga el, és egyéni célokat néz, akkor legyen teljesen önző, és lehet, hogy a Mercedesnél meglincselik, és nem lesz emiatt 2022-ben maradása, de akkor tegyen meg mindent a világbajnoki címért. Hogyha az a célja, hogy a világbajnoki címet szerezze meg, akkor lehet, hogy itt szembe kell menni a csapat érdekekkel, és mindent meg kell tenni, mint ahogy Rosberg mindent megtett, és Toto Wolffnak nagyon nem tetszett az a bizonyos év, amikor Rosberg és Hamilton ennyire öldökölték egymást, és kaptunk egy zseniális szezont. Bottasnak akkor lehet, hogy ilyen magányos útra kellene tévedni, csak sajnos nincs meg az a tempója, az a tehetség, hogy felvegye Hamilton a versenyt, de hogyha ez a célja, akkor csinálja ezt. Ha meg nem ez a célja, hanem az, hogy megmentse a Mercedesnél az ülését, és még akár a következő szezonban is ott legyen, akkor meg el kell engednie ezt, és akkor be kell állnia ebbe a második számú helyzetben, mert már mindenki tudja, hogy ő a második számú pilóta, csak Bottas nem, és nem tudom, hogy jó dolog, hogyha kimondja el magába vagy a médiába, de akkor el kell dönteni, hogy világbajnoki cím, önző vagyok, vagy pedig akkor hozzásegítem Lewis Hamiltont, hogy világbajnok legyen, és akkor lehet, hogy ez a Mercedesnek pedig értékes lesz a következő évben, de akkor meg nem tudják megtartani George Russellt, vagy elveszíthetik, úgyhogy mindenképpen a pilóta keringő itt a Mercedes-től indul, és megint izgalmas lesz. Egyébként azért... Nem mondjad, aztán majd én hozzám. Volt csak annyi, hogy azért Bottas nyúlt már ilyen módszerekhez, hiszen ugye tudjuk, hogy ilyen volt a kávét is itt a folyamatosan, meg a szakállat is növesztette, meg ugye a Drive to Survive-ból tudjuk, hogy ilyen relaxációs szauna mesztelenkedést is. Aztán egy kommentel borítja. Igen, tehát, hogy egyszerűen... Szerintem ő zsigeri szempontból nincsen ott a szeren, és soha nem lesz győztes pilóta, de mondjad akkor József. Nem, csak annyit akartam mondani, hogy szerintem, hogyha Bottas elkezd arcoskodni, akkor őt tudják annyira, már saját csapatomból tudják annyira hátráltatni, hogy taktikailag még hasznos legyen, vagy stratégiailag, de még csak a lehetőség se legyen meg ahhoz, hogy ott beleszóljon, és Rosbergrel kapcsolatban azért tegyük hozzá, hogy Rosberg egyrészt ugye egy jobb pilóta volt, tehát őt eleve nehezebb volt beállítani a sorba. Másrészt ő egy világbajnok fia volt, aki ráadásul német, és azért a németek nagyon szerettek volna egy német világbajnokot. Ugye akkor igen. Volt az, hogy megkapta Hamilton valamelyik mérnökét, meg megengedték neki, hogy akkor árulja el Hamiltonnak az adatokat. Tehát ott azért csapaton belül volt Rosbergnek egy olyan támogatottsága, amit mondhatunk úgy, hogy talán egy kicsit tolták, vagy akkor minimum egyenlő feltételeket teremtettek ahhoz, hogy oké, próbáld meg, Nikó, ha sikerül, akkor jó, ha nem, akkor meg beállsz a sorba, vagy visszavonulsz, hogy ahogy gondolod. És ő megkapta a támogatást, őt hagyták tényleg versenyezni, meg volt az a luxus, hogy tök mindegy, ha 6-szor kiütik egymást is, 200 pontot vernek mindenkire, szóval így azért egy másabb. Itt nem hiszem, hogy nagyon díjáznák Bottastól, hogyha egy egyelőre nagyon szorosnak tűnő versenyben ő ott lelkeménykedni is, és akkor akadályozza Hamiltont. De hát én amúgy tudnék szurkolni neki, mert Hamilton tényleg csak úgy lehet reálisan megvenni, hogyha valaki akadályozza, tehát tényleg akkor Bottas legyen kemény, így lökje ki, vagy legalább egy kicsit terelje ki, hogy akkor érezze a törődést, de nem hiszem, hogyha Hamilton olyan szinten le tudja dominálni, hogy nagyon ritkán lesz egyáltalán olyan esélye, hogy beleszólhasson. Igen, úgyhogy ez most ilyen volt, Hamilton megint csak behúzta ezt a nagy díjat is, és ugye akkor összegezve láthattunk ugye egy százast a pole pozícióknál, egy százast ugye Max Verstappennél, hiszen azért csak a 100. Red Bullos hétvégét futotta, és hát a Mercedes pedig megszerezte 118. futamgyőzelmét, ami egészen elképesztő, ugye 2014 óta gyakorlatilag mindent visznek, úgyhogy egészen elképesztő, és ugye nagy újdonság vár ránk, hiszen egy éve nem láthattuk a monakói hercegséget a naptárba. Most viszont láthatjuk, és ezért tudjuk, hogy ott már egyszer, talán 2019-ben vagy 2008-ban összefeszült azért már ez a páros, és azért az egy elképesztően jó futam volt, és ott is a gumimágus Hamilton volt az aduász igazából a Mercedes kezében, és ugye ott gyakorlatilag 50 körön át egy gumin tartottak kint magát, úgyhogy
Hát valószínűleg ugyanilyen izgalmak várnak ránk, és reméljük, hogy Verstappen vissza tud vágni. Úgyhogy most, ha bár ez egy hosszú adás volt, búcsúzunk. Viszont jövő héten megpróbálunk összehozni. Szerintem akár ti is benne vagytok egy Formula E-s összefoglalót és egy ilyen kibeszélőt, ismerjük egy picit meg ezt a sorozatot is, hiszen egy az, hogy volt egy ilyen ígéretünk a hallgatóink számára, és ők is kérték, mert megkérdeztük őket, úgyhogy jövő héten folytatjuk. Úgyhogy nektek, Áron és Józsi, köszönöm, hogy velem tartottatok ebben a szélárnyékozásban is, jövő héten folytatjuk. Sziasztok! Akkor csak elköszönök, sziasztok!